Hogy is hívják azt a fene gyereket? Kire gondolom? Arra a magyarra. Kinél olyan sokan akarnak szülni? Maradjanak csendben, kérem! Szemmelweis, doktor? Mit akar? Azt gondolom, hogy ez tanár úrnak is, meg szerintem neked is, Miklós, ez egy borzasztóan áldásos időszak lehetett minden szempontból. Tehát, hogy az ember rátaláljon mondjuk rendezőként arra a szereplőre, akit mondjuk akár így elképzel egy forgatókönyv alapján, hogy minden körülmény adott a kamerarendszerektől elkezdve, és hogy kap egy olyan stábot, akik teljesen alá dolgoznak, és hogy egyetlen egy dologra kell mindenkinek figyelni, a saját maga dolgára. Ez azért nagyon ritkán fordul elő, szerintem ez egy nagyon áldásos állapot lehetett. Áldásos, de tényleg ki, nagyon kiélezzi az ember lelkét ez a dolog. Tehát nagyon, nagyon tud fájni azért, mert én nem játszhatom úgy a szerepet, hogy tudom, hogy mi a vége. Nem játszhatok egy happy endet, főleg, hogy neki aztán végül nem is volt az az élete. A orvostudomány meg a magyar kultúra szempontjából ez egy happy end, ez egy embernek nem volt happy end, ez az életrajz, ez, és az ő maga. És ezt vállalni kell, mert ha az ember nem vállalja, akkor azt üzeni saját magának is, mint hogyha ő fontosabb lenne, mint a szerep. És volt egy jelenet, amikor azt éreztem, hogy ha azt megcsinálom minden teljes a lelkemnek a legmélyéből, akkor én ott lehet, hogy nem kerek föl reggel, vagy nem tudom, annyira. De már 55 napból 52-t leforgattam, és akkor jött el az a jelenet, hogy nem spoilerezek, de egy árulás történik. Elárulják. Yeah. Elárulják, és volt egy nagyon közeliben mondtattam, hogy közeliben vesszük fel, és én már azt éreztem, hogy már nem tudok még egy ilyen törés, és végem van. Mindennyiunknak egy nagyon nehéz pillanat, nekem is. És már átmentünk, ott van a filmben, teljesen rendben van, de volt egy, ott az is azt hittem, hogy most mit fogok csinálni, mert hogy ott volt, mind a kettőtök volt, Katicával való jelentről beszélsz. Igen. Egész olyan volt, mint egy víz alatt levés. Nagyon megterhelő volt, őszintén. De ez a feladat, és ez nagyon, hálás vagyok Istennek, hogy ez a hivatásom, és hogy tanár úrról össze, meg a stábot muszáj mindig hozzátegyem, mert ha nincs a Katica a kolléganőnek, akkor nem ilyen a szerepem. Ha nincs a Gáfi tanár úr velem szemben, mint a főgonosz, akkor nincs ez. Tehát nem szeretnék kiemelni az én, csak ezek az én érzéseim. A humor egyébként egy nagyon érdekes dolog színpadon is és forgatáson is, mert engem nagyon tud zavarni, amikor figyelmetlenek a stáb vagy a kollégák, és valakinek koncentrálnia kéne, és nem engedik, vagy ott röhögcsélnek, vagy és nem értik, hogy mi. De tanárunknak baromi jó humora van, iszonyú jó spontán humora van, tehát nagyon, nagyon magas labdákat és alacsony szárókat is egyaránt nagyon jól csapott le. De ez azért volt jó így a szűk kamera csapattal, mert azért lehetett még fél perccel is a néha felvétel előtt, persze nem a legdurább felvételek előtt tanárul együtt hülyéskedni, mert család hangulatot érzett az ember. Van, biztos, hogy én nem vagyok még szülő, de majd adja jó Isten, hogy az legyek. De mondjuk egy szülőt el tudod képzelni, hogy minden gyereke nevet az ebédlő asztalnál. És akkora boldogság ez számára, hogy mondjuk könyv szökik a szemébe. A mi stávunkban is a legmorbidabb humor is valahogy azt jelentett, hogy együtt vagyunk. És jó, hogy együtt vagyunk. De ez persze nem mindennapos volt, és tényleg nem a kemény jelenetek előtt, csak tényleg a humornak volt egy olyan szerep, amire egy külsős azt hiszi, hogy nem esnek ki a munkából, miközben gyakran igen, pont az vitt bele. A fegyelem az úgy született meg, mint a kő. Abban másodpercben, hogy dolgozni kellett és csinálni a dolgot, úgy volt vége, mint mindenki olyan fegyelemmel állt attól kezdve, mintha soha nem történt volna meg az előző pillanat. Pedig odáig ott voltunk, amit mesélt. Abban másodpercben vettük komolyan mindenki. De mondom, ha igazad van, a kintállók, akik hátul voltak és messze, és más a dolguk, ugyanúgy részt vettek benne, és ugyanúgy tudták, hogy most valami megszületett. És ennek megadták a tiszteletet, nem tudom jobban mondani. Sok különleges dolog volt a forgatáson, de az operatőr munkája úgy nézett ki, egyrészt ugye tanár úr a filmtörténet egyik legfontosabb operatőre, tehát két operatőrrel voltunk. Mondjuk, hogy Nagy András. Nagyon, igen, most akartam elkezdeni, hogy Nagy András, ő úgy dolgozott, hogy ő nem volt ott a szetben.
Tehát a szett szélén volt egy sátorban, ahol ő csak a képernyőt nézte, és két fiú... Onnan követte, onnan vette, irányította. Onnan irányította egy joystickon a kamerát, ami egyébként két fiú volt, ő a gripes csapat volt mellettünk. Tehát ők voltak a közlet, ők fülhallgatón hallgatták, hogy mit kell csinálniuk. Tehát ők voltak a közvetlen környezetünk. Én megmondtam az ellenkezőjét ott, amit mondod neked, de mindig nagyon érdekes volt, de ez egy szisztéma, amit kitaláltunk. Rendkívül mozgékonyak voltunk, egy olyan kamerarendszer volt, hogy bárhova, bármikor át tudtunk állni egy másodperc alatt. Világítva is úgy voltunk, egy ilyen elképesztő, beszélve mindenünk volt hozzá, azt hozzá kellettene. Tehát bármikor tudtunk irányt váltani, mint az a rettenetesen. Ez a fluida, ahogy mondják, ez az állandó mozgásban lévő kamera volt, ami nagyon sokat segített, mert ugyanazt a természetességet hordozza, amit itt próbáltunk a színészetbe. Ugyanaz a természetesség. Ez csak egy jelenlét. Csak jelen vagyunk. Pont ahogy mondtam régen, akkor még kézikamerás idő volt az életemben, megáll az időre, meg ilyesmire gondolok, hogy én csak egy porszem vagyok a levegőben, csak része vagyok a levegőnek, és pont ott vagyok, ahol lenni kell. És ezt a természetességet próbáltuk itt is. Kell meglenni valaminek.